Ez két Lorca egy felvonásosból készült mű. Mi volt az, ami önnek izgalmas volt egyáltalán ezekben a Lorca darabokban? Elsősorban az, ami összekapcsolja őket, tehát az, hogy hasonló helyzetről különbözőképpen beszél, tehát az egyik egy tragédia, a másik egy komédia, miközben ha nagyon leegyszerűsítjük a témát, akkor tulajdonképpen mind a kettő a szerelemről, illetve egy férfi, adott esetben egy idősebb férfi és egy fiatal nő szerelméről, ennek a tragikus és komikus kimenetelével állítja szembe a két darabot egymással, és egyébként is hasonlósága talán a kettőnek, hogy énekes vonatkozásban azonos számú szereplőt foglalkoztat, 6-6 énekest, még bizonyos azonosságok is megoldhatók benne. Eredetileg úgy képzeltem, hogy az egyik darabot, másik darabot is ugyanazok az énekesek énekeljék, de aztán ezt a koncepciót feladtam, mert mint általában a koncepciók a gyakorlaton és a valóság próbáján meg szoktak bukni. Hát ez is így volt, úgyhogy ez a dolog nem teljesen így van, de azért vannak szereplők, akik ebben és a darabban, a másikban is benne vannak. Melyek voltak azok az érzések vagy gondolatok, amiknél abszolút azt érezte, hogy ezeket zeneileg is gyönyörűen meg lehet fogalmazni? Hát azt hiszem, hogy a zene mindenek előtt az érzelmek, érzések kifejezésére képes. Ez nem azt jelenti, hogy az kizárólag érzésből és érzelemből ír az ember, de anélkül nem igen tud írni. Tehát minden igazán jó zene a rációnak és az emóciónak egy olyan egyensúlyát hordozza, amiben egyik sem előbbre való a másiknál, de az biztos, hogy amit régies kifejezéssel ihletnek hívunk, azt nem nélkülözheti egy alkotás sem. Ugye ez már tulajdonképpen negyedik opera az életében, és mindannyiszor klasszikus irodalmi művekhez nyúlt. Ezt mivel magyarázza? Hát azzal, hogy ezek általában jó művek, kiállták az időpróbáját, és olyan művek, amik olyan fajta beavatkozással, amit a zenészszínpad szükségessé tesz, remélhetőleg alkalmassá válnak színházi vagy zenészszínházi előadásra. És ehhez én magam kevés vagyok, tehát ehhez kellettek olyan emberek, mint sajnos az időközben eltávozott György Falvai Kaci, aki a dramaturgiát irányította, nem csak ebben a darabban, hanem vagy ezekben a darabokban, hanem a korábbi operáimban is, meg olyan nagyszerű költő, libretto író, mint Váradi Szabolcs. És hát persze olyan előadók, mint Törő Géza, aki vezényli ezt az estét. Ha már ugye a libretto szóba került, azért mondjuk gondolom, hogy nem lehetett könnyű feladat, hiszen ezek az irodalmi művek nyilván remek művek, tehát valahol ezek azért olyan kompaktak. Igen, ezért sem gondoltam lehetségesnek, hogy az eredeti szövegeket zenésítsen meg. Azért az például, hogy tehát Lorcának például ez a Don Cristóbal a második darabja, ez azért nem egy teljesen végigírt, nagyon sok szempontból rögtönzésszerű mű, tehát elég sok szabadságot enged meg azért egy más műfajból történő megközelítésnek. Tehát remek művek persze, meg zsenik, akik írták őket, de azért hagynak helyet a zeneszerzőnek. Az igazán tökéletes művek nem hagynak helyet további beavatkozásnak. Nem véletlen, hogy Verdi nem Shakespeare-t zenésítette meg, hanem Shakespeare-t bojító, hát ez csúnya szó, és nem is igaz, de mégiscsak lebutította egy opera librettóvá, remek művé persze, amit aztán Verdi Shakespeare szintjére zenélt meg. Ennek ugye a munkásságában borzasztó fontos szerepet játszik az ének mindenféle szempontból, hiszen nagyon sok énekes művet szerzett. Ez miért van? Hát ezt nem tudom, de az tény, hogy sok vokális művet írtam, az is igaz, hogy próbálok ellene tenni, tehát időről időre hangszeres művekkel ellenpontozom, vagy ellensúlyozom ezt a nyilván alapvetően vokális érdeklődésemet. Nem tudom, mi azokat. Lehet, hogy az, hogy a szöveg bizonyos mértékig orientál, tehát a megformálásnak már eleve ad valamiféle irányt, és ez esetleg segít egy szerzőt, vagy engem. Mennyire törekszik arra, hogy a szándékait, az intencióit valahogy átvigye a karmesteren keresztül a zenészek szemléletére? Maximálisan törekszem, és igyekszem. Aztán persze az más kérdés, hogy ez mennyire sikerül, de hát a legalapvetőbb célja az, én azt gondolom, minden műalkotásnak, meg minden szerzőnek, hogy amit ő gondolt, azt átadja másoknak, hogy megértesse, vagy hatást keltsen abban, aki hallgatója. Úgyhogy persze ez mindig Mindig kérdés, ez mennyire sikerül, és hát hol jobban, hol kevésbé. Nyilván ez azon is múlik, hogy az ember éppen mennyire tehetséges, tehát nem csak a szándék, az kevés. Tehát itt közben bizonyos feladatokat meg kell tudni oldani, amik nem mindig mennek, akkor is, ha esetleg egyszer sikerült, nincs rá garancia, hogy legközelebb újra sikerülni fog. Tehát ez egy folyamatos lutri. Mi kell ahhoz, vagy mi a legfontosabb, hogy az emberek igazából ezt az operát be tudják fogadni, hogy eljusson az emberekhez, tehát mi kell mindenhez? Jó színház kell legyen, tehát egész egyszerűen jó előadások, jó színvonalú előadások, jó rendezések, jó énekesek, jó művek. Én szerintem ennyi kell, és ha ez egy nagy átlagban létrejön, tehát nem azon, hogy évadonként egy-két előadás az, ami jó, és az összes többi pedig alatta van egy elfogadható átlagnak, akkor én szerintem a közönség előbb-utóbb elkezd érdeklődni, ha egyébként eddig nem tette volna.